Advent vége felé járunk, visszaszámolva, már csak pár nap szó szerint, amennyit még aludni kell a karácsonyhoz, gyerek szájjal is mondva mindezt, és Szent Liturgiánk így fogalmaz karácsonnyal kapcsolatban, ami Urunk Jézus Krisztus születésének fő ünnepe. Nekem nagyon tetszik az is, amit a régiek latinul így fogalmaztak meg karácsonyról, hogy inkarnáció. És ebben a latin kifejezésben ott van ez a caro, vagy olaszosan carne szó, ami szó szerint húst jelent. Ez a Jézus, hogy emberként megszületik, ezt így is lehet akkor fordítani, hogy hússá, vérré, azaz testé válik. Az ő embersége valóságos emberi természet, és az isteni mellett. Aztán azt is hadd jegyezzem meg, hogy ez a Jézus nem egy meglett, érett, felnőtt férfiként jön el közénk, megtehette volna az Isten ezt is, hanem pici babaként, gyermekként születik meg. Ez egyrészt azt is jelenti számunkra, hogy egy gyermek az sohasem félelmetes. Régen baj az, hogyha valaki egy megszületett babától, egy kisgyermektől fél és tart. Azért a történelemben voltak ilyenek is, Jézus körül is, akik az ő születéséről halva tartottak és féltek és üldözni kezdték. Minden esetre egy gyermek az nem félelmetes. Egy gyermek csak szeretni való. És Isten ezzel is megmutatja azt, hogy nem félelmetes hatalmasságként jön el közénk, hanem egy olyan gyermekként, aki rászorul még a mi emberi szeretetünkre is, aki szomjazza ezt az emberi szeretetet, főként nyilván ő is az édesanyja Máriának és nevelőapjának, Józsefnek a szeretetét, és mindnyájunk szeretetét is. És ez az Isten, mert hogy a gyermekben az Istent is imádjuk, a maga mindenható szeretetével is bennünket is körülvesz, meghordoz. Másrésztről pedig az, hogy ő gyermekként születik meg, babaként. Ez azt is jelenti, hogy a gyermek az mindig fejlődő képes. És ő megéli emberségében az emberi életünk minden egyes fázisát, egészen a halálig is. Azért itt karácsonyra készülünk, de húsvétről is beszélhetünk, vagy megemlíthetjük ezt a másik nagy ünnepünket. Mi emberek is karácsonyhoz úgy viszonyulunk, hogy ez a titok, hogy Isten emberré lesz, eljön közénk, megtestesül, az emberi sorsot maga is vállalja, ez különbözőképpen tud érinteni. Én 55 éves vagyok, 31 éve pap, és karácsony nekem is akár a szent szolgálatokban különböző szempontokból érint évről évre, és ez így van rendjén. Emberileg pedig ez azt jelenti, gondoljunk csak bele, amikor még kicsik voltunk, tök magok, gyerkőcök, akkor miként vártuk a Jézuskát. Aztán nyilván nagyobb fejjel, már a karácsony
ugyancsak másként érintett bennünket, de még gyerekként, talán az ajándékok várásában is, kicsúcsosodva. Aztán, amikor valaki például már felnőtt, de még egyedül van, és kereste a helyét ebben a világban, kereste azokat az embereket is, akikkel érdemes együtt élnie, és barátságban, aztán majd később a szerelemben, házasságban. Megint csak más az, amikor így felnőtt egyedülállóként fogok ünnepelni, talán belefér tudatosabban is a évféli mise, meg a karácsonyi ünnepi miséken való részvétel. És megint más az, amikor valaki megnősül, férjhez megy. Netán még gyermekük is születik, több is. Hogy kell apaként, anyaként, mondjuk karácsonynak ezt a ünnepét, de a misztériumát is átadni, beleplántálni a gyermekeinknek a szívébe, lelkébe. És azt gondolom, hogy nincs vége, mert igazából, amikor majd valaki nagyszülővé lesz, megint más lesz az ő karácsonyhoz való viszonyulása, mint amikor saját gyermekei voltak az unokák révén. Mindezzel azt szeretném csak mondani, hogy karácsony ünnepe úgy mozog bennünk, nem is baj ez, és talán fejlődik, talán mélyül, talán évről évre van benne valami állandóság is, például az is, hogy egy család milyen módon ünnepli meg, mik a szokásos ételeink, nyilván erről nem mond le az ember, ugyanazokat főzi. Ugyanakkor meg mindig van benne ez az új is, ez a mozdulás is, amiről az imént beszéltem. Én kívánom ezt, hogy ez az idei karácsony is maga mélységével tudjon megszólítani valamennyiünket. Az Isten emberré lett, vállalta azt a sorsot, ami a miénk. Ez nagy dolog. És talán még egy dolgot hadd említsek meg. Karácsony, a megszületés, Jézus megérkezése a földre éjszaka történik. Nem véletlenül van évféli misénk. És istálóban. Ez az éjszaka, meg az istáló képe. Sokszor ez a sötétség fogadja ezt a égi gyermeket itt a földön. Miattunk, körülöttünk, velünk és bennünk is. Karácsony nem baj, hogyha nem egy polgári, békés, jólétes, meg akár ilyen gicsbehajló ünnep csupán. Sőt, karácsonyban is van egy drámaiság. Az Isten a világosság, a sötétségbe jön, és vannak, akik be se fogadják. És az istálló milliójébe születik meg. Nekünk is lehetnek most az idei készületben ezek a belső sötétségeink. Valakiről tudok én is a közösségünkben, hogy éppen most a napokban, a héten halt meg az édesanyja, akit hát karácsony után valamikor, lehet, hogy csak jövőre fognak eltemetni, most minden esetre halott az édesanyja. Egy temetésre is készülnek majd. Aztán ott vannak a fiataljaink egy jó része,
egyetemisták, főiskolások, nekik vizsgai időszak is van. Van, akinek ez lehet, hogy egy stresszes időszak. Van benne jó is, de van benne sötétség is. Van, aki egyedül fog majd karácsonyozni. Annyi minden sötét tud lenni. Aztán, hogyha kicsit kijebb is tekintünk, ez a világ tele van háborúsággal, szó szerint is. Van, akik éppen most lesznek betegek, iskolában is járva, tanárok egy része, tudom jól, hogy lebetegedett, van, akik most visszatértek az ünnepek előtt, diákok közül is. Van, akik karácsonykor fognak betegek lenni, lázassan feküdni. Ott van ez a dráma, ott van ez a sötétség, ott van ez az istálló valóság. Isten nem fél ebbe az emberibe belelépni, hogy velünk legyen, köztünk legyen.